Ma pedig Papírrigó antropológust köszöntöm itt a körülben, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Papírrigó itt az ELTE-n végzett biológia, kémia szakon, és utána rögtön antropológusként, muzeológusként dolgozott tovább. Történeti embertan területén, a Magyar Természettudományi Egyetem embertani tanában, aminek a vezetője igazgatója is volt, most pedig címzetes távigazgatója a gyűjteménynek, és 18. századi vászimmunyák betegségeiről beszélünk és történetéről. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Nekem problémám volt azzal, hogy milyen lesz a közönség, és mondták, hogy hát vannak középiskolások, vannak egyetemisták, és vannak tanárok. Hát próbálok megfelelni ennek, vagy megpróbáltam középszintre becentizni ezt az előadást, tehát remélem sikerül. Ha nem, akkor meg úgyis a végén lesz idő arra, hogy lehet kérdéseket feltenni, és remélhetőleg meg is fogom őket tudni válaszolni. A előadásnak az a cím, hogy láthatatlan ellenség, és hát nem akarom lenőni előre a poént, remélem az előadás végére kiderül, hogy miért láthatatlan ez az ellenség, vagy miért volt nekik a 18. században láthatatlan. Számos betegséget tudtunk kimutatni a 18. századi váci múmiákon, de hát annyi idő nincs, hogy mindegyikről beszéljek, pedig van olyan, ami a szívünk csücske, talán jobban, mint a TBC, mert esetleg szebb, mint a betegség, egy másik fajta betegség. De hát végül is ma a TBC-t választottuk. Én nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, igazán megtisztelő, hogy megkerestek ezzel, hogy beszámoljak arról a munkáról, amit most már 1994-95 óta folytatunk, és mint általában manapság minden kutatás egyáltalán nem egy személyben zajlódik, ugye, vagy bonyolódik, folyik, hanem számos kollégám, barátunk, ismerősünk, kutató Magyarországról és külföldről csatlakozott ezekhez a kutatásokhoz. Egy-két név el fog hangzani majd az előadás közben is, de nem lesz annyi idő, hogy mindenkit megemlítsek. Én ezúton is köszönöm mindannyiunknak, akár itt vannak, akár nincsenek, az egyik itt van, Szikosi Ildikó, aki a leginkább társam ebbe a 18. századi múmiák kutatásában. Hát köszönöm mindannyiuknak a segítséget és azt a fáradozást, amiben elvezettek bennünket ebbe a elég bonyolult világba. Az az anyag, amiről beszélni fog a 18. századi múmiák, ebből a nagyon szép barokkori templomból került elő 1994-95-ben. Rekonstrukciós munkákat végeztek a templomon, felújítást, mert csomó helyen beázott, rossz volt a csatornázás, és véletlenül találták meg ezeket a leleteket a templomi részében. Azt tudták, mert az források utaltak arra, hogy ennek a fehérek templomának, a domonkosok templomának az altemplomában bizonyára temettek embereket, csak azt nem tudták, hogy hol van a lejárat. Tehát egy idő után elfelejtődött, befalaszták a lejáratot. A piac felüli oldalon, nem tudom, esetleg ismerősek Vácot, ez a főtéren van, Európa egyik legszebb barokk főtere egyébként. A háta mögött van a piac, és a piac felül be lehetett kukucskálni az egyik szellőző nyíláson keresztül. Tehát tudták, hogy vannak ott koporsók, csak azt nem tudták, hogy hogy lehet lemenni az altemplomba. A meglepetést azt nem az okozta ebből következőleg, hogy vannak temetkezések, hiszen az nagyon sűrűn előfordult, egészen addig, amíg Mária Terézia rendelkezései be nem tiltották a templomba való temetkezést, hogy a templomok altemplomáiból, kriptáiból kerülnek elő maradványok, illetve koporsók. Itt a meglepetést az okozta, hogy ezek a maradványok, ezek nem csontváz maradványok voltak, és nem csak ruhák és ugye mellékletek, hanem többé-kevésbé mumifikálódott emberi maradványok is. Ugye, mikor valakitől megkérdezzük azt, hogy mi jut eszébe arról, hogy múmia, általában mindenkinek az egyiptomi múmiák jutnak az eszükbe, talán azért, mert azok a legszebbek, vagy vannak közöttük nagyon szépek, nagyon gazdag mellékletekkel rendelkezők, talán mindannyian vágyunk egy kicsit Egyiptomba, hogy körülnézzünk, akár a királyok völgyébe, vagy akármelyik másik lelőhelyen. És hát talán egy kicsit a média is segített abban, hogy ez az Egyiptom jusson mindenkinek eszébe a múmiákról. Azt azonban tudni kell, hogy múmiák szinte valamennyi földrészen előkerültek már,
és aki volt olyan szerencsés, vagy tudta, hogy nálunk van egy kiállítás, hiszem 2 évvel ezelőtt volt a világ múmiái kiállítás, az láthatott is ezekből a múmiákból. Többek között ezt a kis gyereknek a múmiáját. Ő egy csincsoró múmia, Dél-Amerikából származik, és idősebb, mint az egyiptomi múmiák. Tehát nem csak elmondhatjuk azt, hogy nem csak az egyiptomiak, hanem azt, hogy még előbb is voltak olyan népek, akik megpróbálták a rokonaikat, társaikat mumifikálni, vagy egyéb módon tartósítani. De egyáltalán mi az, hogy múmia? Még szerintem ebben a közegben talán nem is kellene erről beszélni, de azért el szoktuk mondani, hogy múmia az, amikor nem csak a lebomlás úgy megy végbe, vagy úgy nem megy végbe, vagy úgy megy be részlegesen, hogy nem csak csontok, és a legerősebb szöveteink, ugye a csontok és a fogak maradnak meg, hanem bármilyen lágy rész, és itt beleértjük ugye a lágy szöveteket, beleértjük az izmukat, beleértjük a belső szerveket, akár a szemet, a körmöt, a hajat. Tehát minden, amiben egy picike van, ami nem csak csont és fog, azt múmiának nevezzük. Múmiákat elég sokféleképpen lehet csoportosítani, szerintem az egyetemen általában mindig ezzel kezdik, hogy hány csoportja van, és az a társaság, aminek legalább 3 csoportja nincs, azt nem is szoktuk ugye komolyan venni. Talán ennek köszönhető az is, hogy Overheide professzor, akit a múmia kutatás pápájaként is ismerünk, szegény 2 évvel ezelőtt meghalt, de ő volt az, aki elkezdte a tudományos vizsgálatát. Mert érdeklődés ugye mindig volt, de tudományos, szisztematikus vizsgálat nem nagyon. Ő ezt a 4 nagy csoportot, és ezeken belül még további csoportot különböztetett meg. Régen úgy mondtuk egyszerűen, hogy vannak mesterséges múmiák, meg vannak természetes múmiák. A természetes múmia ugye bennem egy spontán módon minden emberi beavatkozás nélkül mumifikálódik valami élőlény, akár ember, akár állat. És a másik nagy csoport a mesterséges múmiák szoktak lenni. Most már ezeket inkább antropogénnek hívjuk, mert nem csak például az egyiptomi múmiákra kell gondolni, akik gondosan előkészítve mumifikáltak, hanem olyan múmiákra is, amelyek fizikailag nem avatkoztak a testbe, de egy emberi akarat, tehát az embernek a befolyásolása tette lehetővé azt, hogy az a múmia természetes módon ugyan, de antropogén módon, tehát emberi befolyással mumifikálódott. Ezért vannak ezek az eldönthetetlen és bizonytalan csoportok is, és ugye van egy spéci csoportjuk, ez a spontán módon erősített, vagy fokozott múmia. Mi csak néhány képet vetítenék, hogy egyáltalán milyenek ezek a múmiák, és ugye említettem azt, hogy vannak az antropogén múmiák, vagy mesterséges múmiák, azoknak a legismertebbje, ahogy eddig is mondtam már, többnyire az egyiptomi múmiák. A felső képen a macskákat azért tettem be, hogy lehessen látni, vagy tudni, hogy nem csak emberi maradványokat, hanem szinte mindent mumifikáltak. Az egyiptomi uralom idején, a különböző évszázadokban, évezerekben különböző módon végezték ezeket, kisebb-nagyobb erőfeszítésekkel és sikerekkel. Egyben közösek voltak, hogy szinte mindig mindent mumifikáltak. Ugye az volt az oka, hogy számtalan oka volt, de a leginkább az volt, hogy megmaradjon a test, hogy az elszállt halál időpillanatában elszállt lélek visszataláljon bele. Mert ha elnyésztik a test, akkor már nem tud visszamenni bele a lélek. Ugyanakkor vannak a természetben olyan körülmények, olyan körülleges körülmények, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a testek lebontása, lebomlása, mikroorganizmusok és egyéb élőlények működése következtében megakadályozódik. Hát így jönnek létre tulajdonképpen a spontán vagy természetes múmiák. Mik ezek a körülmények? Hát az egyik legfontosabb és talán a legtöbb múmiát a világnak adó körülmény az a tartós hideg. Ugye tartós hideg sokféle helyen lehet barlangban, lehet jeges barlangban, lehet magas hegységekben, vagy a permafrostban, itt ugye oldalt a gyimának a képét láthatjuk. És egészen különleges környezetben is, itt erről beszélek, egy 1848-ban elindított angliai expedíciónak az egyik megmaradt egyéne. Ezt az expedíciót 1848-ban, 49-ben indították el a mai Kanada területére azért, hogy az északnyugati átjárót felfedezzék, és aztán szőrén szállnál lentültek.
több expedíciót indítottak utánuk, és 1994-ben véletlenül egy egészen más céllal arra járó kutatócsoport fedezte fel őket, és 5 embernek a maradványát találták meg. Azért beszélek róla, mert ő talán a legkevésbé ismert, azt hiszem, hogy a köztudatban. Itt nagyon egyszerű volt az ásatás, hogy a feltárás semmi más nem kellett hozzá, mint egy hajszárító, ahogy kiolvasztották a környező részeket, még a szemgolyók is megmaradtak. Aztán később kiderítették azt is, hogy miért mi okozta ennek az expedíciónak a halálát, de ezt most nem mondom, mert akkor nem érek a végére. Jó. A tartós hideg, illetve a szél az, ami ezeket a múmiákat segítette kiszáradni. A fönti az talán ismerős többeknek is, ugye az egy a hölgy, a Juanita, a másik, akit szerintem mindenki ismer, az Öci Ösztáller Alpokban fellelt maradvány, embernek, a férfinek a maradványa, és azt szoktuk mondani, hogy ő a világon a legjobban és legalaposabban megvizsgált mumia. Ebből következik a legbetegebb is volt, mert annyit vizsgálták, hogy mindig találtak rajta valami újabb betegséget, a bolzánói kollégák. Még arról is nevezetes, hogy erre az egy múmiára egy egész múmia múzeumot hoztak létre. Ilyenkor mindig el szoktam mondani panaszképpen, ugye, hogy a mi múzeumunkban majdnem 300 múmia van, de hát nincsenek a nagy bejtbe tartva, vagy legalábbis nincsenek annyira anyagilag támogatva, mint a bolzánói European Academy által létrehozott kutatóintézet. Na, visszatérve, egy másik körülmény, ami nagyon, nagyon sok esetben segít abban, hogy természetes módon mumifikálódjanak a maradványok, az a tartós meleg, szárazság. Ezek közül talán ő a legismertebb, a felső képen látható Ginger vagy Gyömbér nevű mumia. Ő egy egyiptomi mumia, de egy egyiptomi természetes módon mumifikálódott mumia. A tartós meleg szárazság az különösen azokon a helyeken érvényesül, hogy a nagy sivatagok vannak, itt Egyiptomban is mondjuk a száraz, meleg, sivatagi, forró homokba eltemetve jöttek létre, de hát más, a Föld más területein is találhatók sivatagok, ezek közül talán a mostani leghíresebb lelet a Taklamakán sivatagnak a nem a régen, tehát 10-15 évvel ezelőtt feltárt mumiái. A harmadik csoport a úgynevezett lápi holttestek, vagy lápi mumiák. Ezekben az esetekben az oxigéntől való elzártság. Ez olyan területen alakulhatnak ki, ahol tartósan víz alatt vannak, tehát nem időszakos, hanem tartósan. És sose tudom, remélem jól mondom, tőzegmohaláp, ugye? Igen. Tőzegmohalápokban találtak, főleg. Ez általában Európa északi részén, Skandináviában, Németországban, illetve Hollandiában kerültek elő ezek a leletek. Nagyon szép és nagyon jó állapotban. Mondjuk a jellemzőjük, nem mindenki néz ki ilyen szépen, mint ő. A jellemzőjük az, hogy a lápokban, hogy a fölötte levő eltemettet, vagy véletlenül a lábba bekerült valakinek a teste, akkor föléje rakódott rá fokozatosan a réteg. Van, amikor 8-10-15 méteres rétegek is vannak fölötte. Ennek már van egy nagy nyomása, és még a tetejében ugye ezek a savak, amik képződnek, azok kioldják a szilárd vázunkat adó csontnak bizonyos elemeit. Úgyhogy általában ezek a mumiák, a lápi mumiák ilyen sötét barnásak a anyag miatt, ami ott képződik a lábban, illetve ilyen nem háthasi, de többnyire háthasi irányba lapítottak, ahogy itt a középső képen is látható. Nagyon sok esetben nehezen vizsgálható, de most már őket is elkezdték vizsgálni a kutatók. És a Európára, leginkább Európára jellemző a jól szellőző üregek, föld alatti ballangok, illetve hát ugye templomok kriptái. Úgyhogy ezeket a mumiákat, amik ide tartoznak, egységesen kriptamumiáknak is szoktuk nevezni. Nem csak Európában van, nem csak Európában vannak, hanem Ázsia bizonyos részein is, egy önmumifikáló szerzetesnek a képe látható. Talán a lenti képen mindenki felismeri a palermói
templomnak az egyik szakasza, a folyosójának az egyik része látható, és talán a legszebb és a legismertebb mumia kislánya, Rosalio Lombardi képe látható. A mi váci mumiáink is ilyen rothadatlan testleletek, ez egy 18. századi kifejezés, de nekünk nagyon megtetszett. Egy baj van vele, nem lehet angolra fordítani. Úgyhogy amikor előadást adtunk, akkor ezt a poént nem tudjuk elmondani, de mi tudjuk, hogy ők tényleg nem enyésztek el. Ők a kriptamumiák csoportjába tartoznak. De ezt a képet már az előbb bemutattam. A fehérek temploma onnan kapta a nevét, hogy a domonkos rendiek fehér csuhában járnak, fehér ruhában fehér a ruhájuk, és ezért kapta a templom a nevet. Egyébként a Vác, mint a Magyarország többi része is, a 150 éves török uralom után gyakorlatilag elnéptelenedett, a lakók alig-alig mertek visszajönni a török elvonulása után. Úgyhogy a mindenkori püspököknek volt a feladat az, hogy újra benépesítsék ezeket a területeket, tehát köztük Vácot is. Erről a temetkező helyről 1994 és 95-ben a Váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai, néprajzos kollégái által vezetett feltárás során kétszer két hét alatt összesen 264 koporsóban 265 egyének a maradványait tárták fel, és a munkálatok közben még előkerült egy 8x1 méter hosszú és 120 cm magas fa, a középkori fa alakhoz odaépített osszárium, fából készült faláda, egy másodlagos temetkezési hely, ahonnan főleg csontvázmaradványok, de bizonyos lágyrészmaradványok is, illetve leletek is előkerültek, és a csontok szétválogatása után derült, hogy kb. 46 egyének a maradványait tették oda be. Ugye ez valószínűleg azért volt, mert betett a kripta, illetve a két kripta, és újabb helyet akartak nyerni, és akkor ezt az osszáriumot használták, ezt a ládát használták osszáriumként. Itt főleg csontvázállagúak vannak, de vannak látszövetek is. Az legelső temetkezés 1131-ben zajlott, és egészen a 18. század végéig folyamatosan tartott. 1838-at azt azért tettük fel, mert ugye 1808-ig folyamatosan ment a temetkezés, de aztán a királyi rendelet volt arra, hogy nem lehet a templomokban többet temetkezni. De hát a váciak, azt szoktam mondani, olyanok voltak, mint a magyarok vagyunk mi most, ugye nem lehet, de azért megcsináljuk, ők is még néhány embert behelyeztek oda. Az utolsó betemetett egyébként egy szakásnő, még a foglalkozását is tudjuk, volt, és nagyon szépen mumifikálódott állapotban maradt meg. Az adatok alapján kiderítettük, hogy az ide betemetettek 1674 és 1838 között éltek. Tehát igazából 18. századi mumiákról beszélünk, a 19-et azért nem teszünk be, mert csak néhány van, de hát mondhatnánk azt is, hogy 17. század második fele, harmada vagy negyede és a 18. század. Mit tette lehetővé az, hogy ilyen szépen megmaradtak ezek a testek? Hát a sajátságos mikroklíma, ami több tényezőből adódik össze, még egy ERTE kapcsolat, meteorológia tanszékének munkatársai voltak szívesek a kripta klímáját megállapítani, illetve kondícióját, és kiderült, hogy úgy télen, mint nyáron 8-11 fok között variált a hőmérséklet, tehát teljesen független a külső hőmérséklettől. Ez egyébként megfelel a magyarországi föld alatti üregek és templomok hőmérsékletének. A koporsók fenyőfából készültek, és a fenyőfa az egy fontos dolog volt a mumifikálódásban, részben azért, mert ebből készült a koporsó, részben azért, mert a betemetettek többsége szinte mindegyik alatt fenyőfa forgács volt, és ugye arra tették a textileket, és utána arra fektették a tetemet. És a fenyőben van egy terpenoid tartalom, ami megakadályozza, vagy segíti a mikroorganizmusoknak a életműködésnek a lelassulását, illetve meg is akadályozza bizonyos esetekben. A koporsók még egy szempontból fontosak voltak a mumifikálódás szempontjából. Több rétegben egymás fölött helyezkedtek el, egészen a mennyezetig sok esetben.
Sajnos a koporsókat néha átrendezték, tehát nekünk nincs egy ilyen vonalunk, hogy melyiket tették, melyiket mikor tették be, mert igyekeztek a rokonokat, vagy egy családba tartozókat a későbbi betemetések során is egymás mellé helyezni. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, volt két kürtő, amik közül az egyik még mindig megvan, amin keresztül mindig volt egy gyenge, de állandó légmozgás, ami segítette azt, hogy a maradványokból eltávozó folyadék vagy pára az kimenjen. Tehát ezeknek a tényezőknek az együttese segítette azt, hogy spontán mumifikálódás következtében a betemetett 265 egyén kb. 70%-a többé-kevésbé mumifikálódott, azaz csontok és látszövetek is megmaradtak egyaránt. A feltárásokat követően az eredeti cél az volt, hogy a koporsókat és a niprajzi leleteket, a kettárgyakat, olvasót, tehát mindent, ami rajtuk volt, illetve mellék volt temetve, azt a Tragor Ignác múzeumban, a helyi múzeumban viszik el, ez így is történt, és az emberekre egy nagy közös sírban való újratemetés várt volna, és hát ugye a kutatásokhoz mindig kell, mindenhez kell szerencse, de a kutatásokhoz is kell, és nekünk az volt a szerencsénk, hogy a néprajzos kollégákon kívül egy antropológus is volt jelen, dr. Susa Éva, aki akkor az igazságügyi orvosszakító intézetnek a vezetője, igazgatónője volt, és antropológus, nem mellesleg évfolyam társa az ELTE-n, azon az ominózus évfolyamon, az első évfolyamon. Úgyhogy Éva, miután ezt a feltárást nagyon titokban tartották, egyrészt a néprajzosok nem nagyon voltak hozzászokva ekkora tömegű feltáráshoz, másrészt ugye, ha híre megy, akkor nyilván újságírók, média megtámadja őket, és akkor mindent lehet csinálni, kivéve dolgozni. Úgyhogy nagyon csöndben volt, és senki nem tudott róla, de Éva egyszer mondta, hogy hát ezt végzik ők most, és nem akarjuk-e megnézni. Úgyhogy a Természettudományi Múzeum akkor főigazgatójában Macskás Istvánnal kimentünk, és hát mondjuk én ott majdnem elájultam. Szóval a Magyar Természettudományi Múzeumban 40 ezer egyének, a régészeti ásatásokból származó egyének a csontmaradványait őrizzük, de azért az nagyon ritkán adódik, hogy mumifikálódott maradványok is legyenek, vagy ahhoz is hozzájussunk, vagy a múzeum kapjon ilyeneket, különösen mostanában. És hát főleg olyanokat, hogy a koporsókon nevek voltak, elhalálozási idő, stb. Stb. És hát mondták, hogy ők visszakaják, vagy nem vissza, el akarják temetni ezeket az embereket, és szerencsére a Váci püspökség hozzájárult ahhoz, nem is kellett őket olyan nagyon győzködni különben, hogy a maradványokat mi elszállítsuk a embertani tárba, akkor még a Bajza utcában voltunk. De szerencsénk volt abból is, hogy amikor már mi készültünk át a Ludovika komplexumban, akkor már megvoltak a múmiák, tehát a tetőtérben olyan körülményeket tudtunk számukra teremteni, ahol ha nem is imitáljuk azokat a körülményeket, tehát nincs 8-11 fok, általában 18-20 fok körül vannak, de jól szellőző szekrényekben találhatók, és hát a fél épületet elfoglalják, ugye elég sokan vannak. Úgyhogy így kerültek hozzánk ezek a múmiák. A múmiák azon kívül, hogy fantasztikusan megmaradt, többé-kevésbé mumifikálódott állapotú egyénekről van szó, és számos adat ismert a koporsókról, még további információink is vannak, megvannak a keresztelői, a házassági és a halotti anyakönyvek, nagyon sok végrendelet áll rendelkezésünkre, hála a néprajzos kollégáknak. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy mire ezt a rengeteg végrendeletet és anyakönyvet végignézzük, az több kutató, több múzeológus, több hallgató, több évtizedes munkája lesz. Úgyhogy ennek egy részét fogom én bemutatni. A kutatások során kiderült, hogy 166 egyének ismert a neve, és, tehát a neve, sok esetben az életkora is, és 99 még változatlanul ismeretlen marad. Nem tudom mennyire, azt hiszem lehet látni a neveket, ugye, valamennyire. Ez a 166 egyén részben az egyházhoz tartozó személyek, kevesebb számban, részben pedig a Vác polgárai, váci személyek. Eleinte úgy lehetett bekerülni ezekbe a kriptákba, hogy a kripta az mindig egy olyan hely, amely szent hely, tehát a jó Istenhez való
lehető legközelebb levésnek a helye, tehát ez egy kiemelt hely bármelyik templomban. Tehát eleinte úgy lehetett bekerülni, hogy fizettek érte. Később azonban a Vácért, illetve a környékért tett bizonyos szolgálatokért, szolgálatokat elismerve kerülhettek be a kriptába. Az meg természetes, hogy az egyházhoz tartozó személyeket ide temették. Nem fogom felolvasni ezt a 166 nevet, talán volt idő a beszéd közben, előadás közben egy-kettőt elolvasni. Vannak benne magyar nevek, szlovák, szláv, szlovák nevek és német nevek. Ugye ez azért van, mert egyrészt volt már egy magyar alaplakosság, aki a törökképzése után többé-kevésbé visszatelepedett a városban, és ugyanakkor a püspökök, akik felelősek voltak a város újranépesítéséért, német, illetve szláv nyelvű területről földek és ellátás reményében, vagy azt felajánlva hívtak be embereket. Ezért ezen magyarázható, hogy ennyi német és szláv vagy szlovák név szerepel a listán. Ahogy bekerültek ezek a múmiák 1995-ben hozzánk, nagyon örültünk nekik, és hát természetesen azonnal elkezdtük volna őket vizsgálni. Érdekes volt, mert ugye a csontokkal már elég jó elboldogultunk, de azért múmiákat kicsit másképp vizsgál az ember, mint ez menet közben kiderült, kicsit nehezebb is, ugyanakkor talán izgalmasabb. És ugye a legelején említettem, nem egyedül végezzük ezeket a vizsgálatokat, egy team munkában, multidisziplinális megközelítésben, tehát a lehető legtöbb tudományterület képviselőit és szakemberét vonjuk be. Ugye mindenképpen kell hozzá antropológus, patológus, történész, néprajzos, igazságügyi antropológus, bőrgyógyász, a legutóbbi időben még egy bőrgyógyász-orvos is hajlandó volt velünk dolgozni, nem hajlandó volt, hanem ő jelentkezett, mikrobiológus, genetikus. Hazai és nemzetközi együttműködésben folyik a kutatás, és hát különböző itt bemutatott módszerekkel vizsgáljuk őket, ez nagyjából a sorrend. Ugye az ember igyekszik a lehető legtöbb olyan vizsgálati módszert használni, ami nem roncsolja a leleteket, ez nem csak a mumiáknál érvényes, hanem a csontoknál is, de hát azért óhatatlan, úgy vannak olyan módszerek, amik a lelet épségének a megbontásával járnak, tehát invazívak, de most már ezeket is el tudjuk végezni nemzetközi együttműködésben. A legelső vizsgálatokról 95-ben látható a felső képek, 95-ben készültek, ugye a radiológia volt az első szempont. Hát ez sem volt egyszerű, mert röntgen készüléket még csak-csak lehetett szerezni már, mint hogy egy hozzájutást egy röntgen készülékhez, az sem volt egyszerű. De akkoriban azért 95-96-ban a CT még nem volt olyan nagyon sok, mint most is azt mondják, kevés a CT készülék, de hát akkor még sokkal kevesebb volt. És amúgy is a palopatológiai vizsgálatoknál egy-egy orvos kollega, vagy egy radiológus kollega örül, hogyha egy-egy csontot elviszünk hozzá, jaj, milyen szép, de az egész népességet aznak nem nagyon szoktak örülni, mert időigényes, és hát amúgy is pénzigényes, mondjuk a CT az sem egy olcsó mulatság. Úgyhogy próbáltunk keríteni közreműködőket. Hát egy kicsit messzire kellett menni, mondjuk a REPA főorvosról az Budapesten dolgozott, a radiológiai részegnek volt a vezetője, és akkor kirimánkodtam, hogy hát ha vigyük már, legyünk, egyet már legalább, mondtam, na jó, van, hát annyira akarja, akkor vegyünk le néhányat Kaposvárra, mert hogy jól dolgozik, nem csak a budapesti kórházban, Kaposvárig az Agrár Egyetemen. Mondta, hogy nagyon klassz a CT, mert most kapták nem régen, szalvasmarhákat szoktak rajta vizsgálni, vagy azok kisbólyukat, tehát állatokat. De hát nagyon örültünk neki, úgyhogy szombat-vasárnaponként zarándokoltunk Kaposvárra, és hát és örültünk neki, én meg rimánkodtam közben, hogy találjuk már valami érdekeset, és folytathassuk, és itt is egy szerencse segített, mert az legelső egyén, akinek a testének, itt van egy topó felvételét, egy bizonyos CT szeletek vannak, az rögtön egy beteg valaki volt, a tüdejéből egyrészt, mint később kiderült, tuberkulózis maradványokat lehetett kivenni, másrészt pedig szénszemcsénk, hogy hívják. Tehát Kovács volt az illető, és a szén
hamu, vagy nem is tudom micsoda. Korom, köszönöm szépen, nem bírom kinyogni, a korom bekerült a tüdejébe. Úgyhogy szerencsénk volt, és akkor a főorvos azt mondta, jó, folytassuk. Aztán ez egy darabig ment, és utána a más kórházakkal, most legutóbb, most már jó pár éve, sokkal közelebb visszük őket a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Intézetébe, ami ott van a Hüllé úton, mi meg ugye ott vagyunk a Ludovikán. A másik éppen egy mintavételt mutatunk éppen be. És hogy rátérjek már végre arra, ami ugye a másik feladat, a TBC kutatás a Váci múmiákon. Hamarosan szerencsénk volt, akkor még sokkal szerencsésebbek voltunk az Otkába, akkor még Otkának is írták, két egymás után elnyerni két pályázatot, két 4 éves pályázatot, ami tulajdonképpen a Váci múmiák palopatológiai vizsgálatát, ezen belül is a TBC vizsgálatát jelentette egy nemzetközi és magyar munkacsoport keretében. Ő volt a legelső, mert hogy ő rajta annyira látszott, a Veszkop Józsefnek hívják a fiatalember, egész család ide van eltemetve, az édesapja, édesanyja, és ő is ugyanabban az évben haltak meg az adatok szerint. Ő volt az utolsó egyébként, aki a családból elhalálozott. Hogyha ez egy nagyon érdekes módon mumifikálódott egyén, ugye a jobb oldala az teljes mértékben mumifikálódott, a bal oldala az csontos állagú, úgyhogy bele lehet tekinteni. Sokkal könnyebb dolgunk van, tehát mindent meg tudunk nézni rajta tulajdonképpen röntgen, illetve radiológiai elemzés nélkül. Ez a Veszkop, ahogy mi hívjuk a Józsika, ő egy 18 éves, legalábbis az adatok szerint 18 éves egyén, fiatal ember. A méreteit és a érettségi állapotát tekintve sokkal fiatalabbnak tűnik, de ez lehet, hogy azért van, mert ugye nagyon sokáig fekvő beteg volt, tehát izmok, stb. Alig-alig látszik, izomtapadási felszínek alig látszanak rajta, de az is lehet, hogy ez a 18 év nem volt igaz, lehet, hogy valamivel kevesebb volt, mert ugye édesapja, édesanyja meghatett bemondással írták be már a halotti anyakönyvbe. Mindeset egy fiatal egyéről van szó, és hogyha megnézzük a testét, ez nagyon durva elváltozás látható, különösen a háti szakaszon, a háti gerincen, a másik oldalon talán még szebben lehet látni, lehet egyáltalán szépnek mondani, és itt van egy közeli kép. Mindezek alapján látható, hogy a csigoly, 7 vagy 8, most nem emlékszem pontosan, csigolya teste összeroppant, és hát ugye meggyógyult, összecsontosodott. A háromszög alakú beroppanás és az összecsontosodás következtében egy ilyen gibusz alakult ki, amely egy nagyon nagymértékű, nagyon testet deformáló elváltozás. És olyan mértékű ez a kifózis, ez a pup, hogy féle pup, hogy a gyerek minden valószínűség szerint nem csak mozgáskorlátozott volt, hanem az alsó végtagja megbénult, tehát paraplégiás volt az alsó végtagja. Tehát ő volt az első, akit elkezdtünk vizsgálni, és az első olyan valaki, akinek a akitnek a testébe egy kicsit közelebb is bele tudtunk tekinteni. A történet egyébként Szegeden indult, ahol az első TBC konferenciát rendezték a szegedi kollégáink. Ez egy fertőző betegségekkel foglalkozó konferencia sorozat, amiből a TBC-t a Pálffy Gyuriék rendezték, és akkor ugye meg volt azt hiszem 95-ben meg volt a mumia lelet együttesünk, és akkor a Pálffy György, aki a rendező volt, mondta, hogy hát vigyünk már le valamit, hát most már itt vannak ezek a mumiák, klassz az eredmény, mutassuk be. Úgyhogy egy posztert is került összeállítanunk, és a konferencia utolsó napján odajött lesegíteni a posztert a falról egy idősebb úr, és hát akkor végre megnézte a posztert is, és mondta, úristen, mi van itt, hát látja, ez nálatok, és hát elmondtuk, hogy mik ezek a maradványok. És aztán oda hívta a másik kollégát, aki Helen Donoghue a University College of Londonból, és hát annyira belelkesültek, hogy ők most legszívesebben mintát vennének, hát ha nem is azonnal, de mondjuk pár hónap múlva visszajöttek és mintát vettek. A testek vizsgálatában, ugye, ahogy említettem, a radiológia az nagyon fontos szerepet tölt be. Ez egy másik púpos egyén,
Tauber Antóniának hívják, ő egy bárónő volt egyébként, hogyha egy morfológiai nézünk, tehát külső szemű, külső ránézésre nagyon hasonlít az a tub, ami neki van. Egy kicsit annyiba különbözik, hogy jobbra is, meg balra is púkos, tehát nem csak általfelel minden irányba, tehát szkoliózis, kifózis, mindenne van szegénynek. Először azt hittük, hogy TBC-s, ugye ránézésre a Józsika alapján, de aztán a radiológiai vizsgálatok kiderítették, milyen vizsgálat, hogy egy fejlődési rendellenessége van, tehát ezt a pupot, ezt a fejlődési rendellenesség okozta. Aztán a jóval későbbi mikrobiológiai vizsgálatok kiderítették, hogy egyébként TBC-s is volt, de nem ezért volt pupos. Azt szoktuk mondani, de talán azért lett apáca, mert hogy elárulom, hogy egy angol kisasszony rendben tartozó apáca volt, mert ilyen szerencsétlen alkata volt. A CT vizsgálatok sok esetben megerősítették a tüdőfertőződésének a nyomait a meszeteken, és akkor ugye végre eljutottunk a Kochi, akiről itt szerintem mindenki tud, de hát azért elmondom, hogy Robert Koch volt az, ugye eddig semmit, addig 1882-ig nem tudták, hogy mi okozza a TBC-t, ami egyébként számtalan neve volt, már az ókorban is tudtak egy betegségről, amit ők akkor tízisnek hívtak, ami a mai napig igazából megmaradt, bár nem olyan közhasznú, mint régen, közszámforgó, mint régen. Tehát Koch volt az, aki 1882-ben felfedezte a mikobakterium tuberkulózist, itt a mellette levő. Nagy nehezen találtam egy olyan képet, ami nem az idős Koch van, hanem körülbelül az a korosztály, amikor ő ezt a dolgot felfedezte, és hát neki köszönhető többek között a TBC ismerete is. Aki aztán 1905-ben a munkássága elismeréséért és a felfedezéséért vizsgálataért Nobel-díjjal tüntették ki. A biológusok azok ezt jobban tudják szerintem nálam, de hát egy kicsit azért beszélek róla, hogy a Mycobacterium genusba számtalan faj tartozik, több mint 190 faj. Ebből vannak olyanok, amik kórokozók, legalábbis humán vagy egyéb állatnak a kórokozói, és vannak olyanok, amik nem. A mi szempontunkból, már mint a töltetett embertan szempontjából, a paleopatológia szempontjából a mikobakterium tuberkulózis és a mikobakterium lepré az, ami különösen fontos, ugyanis mind a kettő kórokozó olyan markáns nyomokat hagy, és jellegzetes nyomokat hagy a csontokon, hogy abból vissza lehet következtetni, ki lehet találni, hogy milyen betegsége volt. Még egy évszám van, ugye, az 1998. Ez azért érdekes, mert amikor a mumiákat 1994-ben, 95-ben feltárták, akkor még fogalmunk se volt arról, hogy néz ki a genomja a Mycobacterium tuberculosisnak. Erre még egy kicsit kellett várni, és a Nature-ben publikálták Cole és munkatársai ezt a cikket, hát azóta lehet tudni, hogy hogy néz ki, illetve hogy milyen szerkezete van. Tehát a teljes genom, full genom megvan már 98 óta. Ez a 265 egyén, ez ugye nem egy populáció, tehát nem egy népesség, hiszen nem egy időben éltek, de mondjuk egy viszonylag szűk időn belül, tehát a 17. század vége és a utolsó negyede, illetve a 18. század teljessége, amikor ők éltek, tehát az az időszak, ami még áttekinthető, talán kézzel is fogható, ezért kitűnő alkalom volt arra, hogy egy különleges lehetőség volt arra, hogy ezen a 18. századi váci, mondjuk népességen, vagy váciakon, váciak egy csoportján, többnyire középosztályban tartozók és mások csoportján vizsgálhatjuk a betegségeket. Ugye ez az időszak, amelyik nagy részét, különösen a 18. század másik felét Mária Terézia uralkodása töltötte ki. Na, itt az előbb már mondtam, hogy a Helen Donoghue és a lent található úriember, Max Spiegelman volt az, aki visszajöttek Magyarországra és mintákat vettek. Ez a mintavétel több húzusban, többször zajlott le. Miért olyan fontos ezeket vizsgálni? Mert ezek a mumiák, ezek az egyének, ugye miután még nem volt ismert, hogy mi okozza a betegségüket, természetes módon kezelése volt rá, illetve valamilyen bizonyos módon kezelték őket, nem próbáljuk a végén megmutatni, hogy
tehát fogalmunk sem volt arról, hogy mondjuk mi okozza azt a betegséget. Amúgy is ebben az időszakban még bő viták folytak arról, hogy, és meg még később is, hogy a tuberkulózis az genetikai, tehát öröklődő megbetegedés, ugye volt más kutatók, azt mondták, hogy nem, hanem fertőző. Tehát semmit nem tudtak róla a 18. századi váciak. És ez a mi szerencsénk, mert ugye egy olyan épességet tudunk vizsgálni, ami a modern orvosi ellátás teljes hiánya miatt érintetlen, legalábbis a patogének szempontjából is. És egy ilyen tiszta népességet, vagy tiszta csoportot lehet vizsgálni, és a kutatások, vagy a hosszú kutatás lehetővé tette azt, hogy a kimutatott kórokozókat összevethessék a ma élő kórokozóban. Fönt Helen Fletcher, aki azóta már nem ebben a témben dolgozik, de nagyon kis, nagyon tehetséges fiatal, és örültünk neki, hogy ő is beszállt a munkába, olyan legfelső a képen. A mintavételről egy picikét, ugye mindenfajta mintavételnél egyrészt arra kell törekedni, hogy a lehető legkevesebb roncsolást okozzuk, ugyanakkor azért lehetőleg annyi mintát vegyünk ki, amennyiből még ki lehet indulni, és arra is kell vigyázni, hogy ne szennyeződjön be a minta. Ez nem csak a szennyeződés, az ugye a humán vizsgálatoknál a legfontosabb, de a betegség vizsgálatoknál is, a betegség kórokozónak a vizsgálatánál is fontosak, hiszen nem lehet azt, hogy egyik mintavevő bottal vagy eszközzel átadjuk a másikba. Akkor, amikor ilyen kicsit mumifikálódott, félig-meddig mumifikálódott egyénekről vizsgáltunk, a könnyebb volt a mintavétel étető okokból. Amúgy is szerencsére a háti régió kevésbé mumifikálódott. Azokban az esetekben, ahol kicsit meg kellett bontani a leletek épségét, ott endoszkópot használtunk. A legelső eredményeket az American Journal of Physical Anthropology-ba közöltük le, akkor még csak 100 valamennyi mintát vettünk, aztán később, és például a gyerekeket teljes mértékben kihagytuk abból a vizsgált sorozatból, és akkor úgy folytattuk, hogy a gyerekeket is bevontuk, szóval praktikusan mindenkiből mintát vettünk, sőt, egy idő után többszörös mintavétel is volt, és ez nagyobb szerencsével is járt, majd mindjárt kiderül, hogy milyen eredménnyel járt. Ezekről az eredményekről is elég hamar közé tettük. Tehát itt azt a fázis mutatom be, amikor 232 egyénből vett mintán mutatták ki a TBC kórokozóját, és kiderült, hogy 60 általánosságban véve több mint 67%-uk TBC pozitív volt. Ha megnézzük a életkorok szerinti variabilitást, akkor látjuk, hogy a gyerekeknek majdnem 50%-a érintett volt. A középkorúak már a 90%-a, és a 65-95 évesek, ugye milyen fura egy szám, a legidősebb mumiánk egy 95 éves asszony, fantasztikus jó állapotban van különben. Semmi baja nem volt, mint kiderült a TBC, azért benne volt a szervezetében, de az egyik lába el volt törve, és de meggyógyult. Tehát a legidősebb egyén az 95 éves, és elfelejtettem mondani, hogy a legfiatalabbak között újszülöttek is vannak. Tehát a 65 év plusz, ottan 70%-ban volt kimutatható ez a minta. Tehát nem csak az életkor, hanem a mintavétel helye szerint is variált, illetve a mintavétel gyakorisága szerint, amennyiben csak egyszeres egy mintát vettünk ki, egy helyről vettük ki a mintát, ami többnyire borda volt, akkor egy 55-56%-os pozitivitás derült ki. Abban az esetben, hogyha egy egyénből nem mindenkinek csináltuk még eddig meg, több mintát, több helyről vettük mintát, akkor jól megemelkedett tulajdonképpen ez a mondjuk átlagos 68%, már fölment 78%-ra. És amikor a többszörös mintavétel volt, ugye, akkor azt is ki lehetett deríteni, hogy honnan származottam, tehát honnan származom minta, illetve honnan származott a kórokozó. Többnyire pulmon, tehát a tüdő régióból volt kimutatható pozitivitás, ugyanakkor majdnem 17%-ban a tüdőn kívülről is sikerült kimutatni. Nagyon leegyszerűsítve és nagyon összefoglalva az derült, hogy kizárólag mikobakterium tuberkulózis volt, ami kimutatható, tehát a többiek egyáltalán nem, de ezeknek a különböző törzsei. És úgy általában elmondhatjuk azt, hogy a
tuberkulózis nagyon széles körben terjedt el ebben a közösségben, és sokan fiatalon talán ebbe haltak is, ebbe bele is haltak. Ugyanakkor a jó állapotuk és az, hogy egyáltalán túlélték és sokáig éltek, az átlag életkor egyébként sokkal jobb volt, a születéskor várhatóan, meg a 20 éves korban várható élettartam is jobban nagyobb volt, mint a következő 50 évben, legalábbis az irodalmi adatok alapján. Tehát a többségük együtt ért ezzel a fertőzéssel, és mivel számos adatot ismerünk, gondoltuk, hogy akkor érdemes lenne megnézni, van-e családi előfordulás, vagy ha igen, akkor milyen, vagy ne agyisten foglalkozásbeli különbség, ugye az adatokból sok esetben foglalkozásra is tudtunk következtetni. Az egyházi személyek közül 3 apáca van a betemetettek között. Az egyik a Tridenti Rozália nevezető, aki 51 éves korában halt meg, és a mikrobiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy TBC pozitív volt. Akkor van egy másik múmiánk, csak a hiányzó szívű múmiának hívunk, de van neki becsületes magyar neve, úgy hívják, hogy Sándor Terézia. Az ő TBC-je kérdéses még mindig. Ő 40 éves korában halt meg, és bár nem tartozik ide, de azért nem tudom megállni, hogy nem meséljem el a történetét, hogy nagyon röviden. Ugye a bal oldalán kvázi nem egészen a szívtájékom, egy kicsit ide kéne lenni, de ezen a részen volt egy ilyen, vagy van egy ilyen kb. 8-10 cm-es többé-kevésbé kör alakú anyaghiány, és hát miután a mumiák olyan részlegesen mumifikálódtak, az mi nagyon nem foglalkoztunk velük, mert van olyan is, akinek a lábán, van akinek a hátán, stb. De a széle azért az úgy izgalmas volt, tehát az elég érdekes volt a széle. És az egyik akkori hallgatón, Kristóf Lilla fejébe vette, hogy itt valami más történt. Ugye? Ráadásul egy bölcsész, tehát azért jó, hogyha nem csak természettudósok vannak a teamben, hanem más megközelítésűek is, vagy esetleg kreatívabbak. Szóval ő fejébe vette, hogy biztos itt valami történt, és hát igaza volt, hogy a röntgen vizsgálat azért kimutatta, hogy a szegcsont, illetve egyik borda el van vágva, tehát biztos, hogy eltávolították a szívét. Az, hogy miért, arról lehet, hogy egyszer a Szikos Ildikó fog itt mesélni, van egy nagyon szép történetük. Az egyik variáció az lehet, hogy talán féltek attól, hogy élve temetik el, ugyanis Vácon, nagyon sok esetben mostan is hallani még ilyen rém történeteket, de Vácon több esetet is leírtak ezek közül. Hát ő persze nincsen bent, de mondjuk tudjuk, hogy történtek ilyen esetek. A másik az kevésbé horror, vagy kevésbé CSI, mondjuk így, az, hogy valószínűleg, ugye talán beteg volt, valószínűleg valamiben meghalt, és mivel apáca volt a templomban, temették el, viszont haza akartak belőle valamit vinni, eltemetni. Tehát egy kettős temetkezésről van szó, tehát valószínűleg eltávolították a szívét, de nem tudjuk, csak feltételezzük, és azt a nem tudni, hova a szülővárosába vagy szülőfalujába elszállították. Ugye manapság is van ilyen Habsburg Otto például, a legutóbbi példa, akinek a szíve nálunk van, a Mátyás templomba testét, meg a Szent Istvánba vitték haza Bécsbe. Ugye az angol kisasszony Tauber Antóniáról már beszéltem, ő közülük a legfiatalabb, és szintén azon kívül, hogy vele született fejlődési rendellenessége volt, tehát fejlődési rendellenességgel bírt, azon kívül TBC pozitív is volt. Ez az a CT felvételek alapján lehetett rekonstruálni 3 dimenzióban, és ez normális esetben forog is, de most már nem sem próbáltam forgatni, a gerinc oszlopát Antóniának. Ez már a szemüvegszen készült, ez a rekonstrukció. Hát elég nehézen élhetett. Antóniáról is jó történeteink vannak. Ugyanez a lány, a Kristóf Lilla, addig kutatgatott az adatok és különböző városokban elhelyezett iratokban, amik kiderítette, hogy volt valaki a rendtársa közül, aki leírta, hogy Tauber Antónia, ugye német nyelven ország területen volt, Tauber Antónia nem azt mondta, hogy csúnya volt, szóval nem tudom rendesen idézni, hanem egy nagyon kedves teremtvény, nagyon kedves, vékony teremtvény volt, nagyon
nagyon nagy erőfeszítéseket tett a tanuló ifjúság nevelésében. Bájos teremtés volt, ez volt a szó, igen, bájos teremtés volt, egyébként sápadt. Szóval nagyon ritkán adódik az, hogy olyan kutatásokat is tudjunk eredményeképpen megtudni valakinek még a személyiségéről is, úgyhogy Antoni esetében ez elég sokszor előfordult. Ugye vannak, megpróbáltunk ugyanabban az időben érteket is összehasonlítani. Vült Ferenc kanonok is a templomban van eltemetve. Vült Ferenc egyébként az, aki vászott, az első ispotályt alapította, hozta létre, többek között is még számos intézmény megalapítása tartozik a nevéhez. Akkor van egy Mindere Vince nevű papa, akiről csak azt tudjuk, hogy pap volt, és van egy Fischer Antal nevű kirurgus, ugye akkoriban még így hívták az orvosokat, sebész, orvos, kirurgus. Hát nem így néznek ki ezek, hogy arcrekonstrukciók, azt elfelejtettem mondani, amit a kolléganőm Kustár Ágnes készített. Hát nagyjából ugyanabban az időben éltek, és a foglalkozásuk különböző volt, de mind a három olyan volt, aki sokat volt több ember között, tehát nagy tömegben, ugye most influenza idején sem jó, hogy az ember járkál össze-vissza, tehát nekik sem volt ez egy szerencsés dolog papnak, vagy orvosnak lenni, ugye óhatatlanul több emberrel találkozik, tehát érthető, hogy mindegyik szervezetében ott volt a tuberkulózis. A következő lépés az volt, hogy a Schöner családot vizsgáljuk meg. A Schöner Anna, az édesanyjuk 55 éves korában halt meg, és két lánya van a betemetettek között, a Hausmann Barbara, aki 10, vagy Borbála, aki 14 éves korában halt meg, és őt követte két év múlva, 28 éves korában elhalt Hausmann Terézia. Hát elég rendesen megvizsgálták őket mikrobiológiai szempontból, és a kollégák két cikket is közöltek már 2003-ban, tehát már jó régen volt. Minden esetben mindegyikről tudjuk azt, hogy TBC-sek voltak. Aztán egy későbbi vizsgálat, pár évvel később, azt is kiderítette, hogy Terézia, ő nem a Terézia, a Borbála, tehát a testvére, szervezetében kétféle TBC törzset is ki lehetett mutatni. És ugye az újabb vizsgálatok azt is kiderítették, hogy változatlan csak a mikobakterium tuberkulózis volt jelen a szervezetükben. Így néz ki most Hausmann Terézia, ugye az idősebb nővér, aki 1797-ben halt meg, és ő volt az első, akin a kutatócsoportnak alkalma volt metagenomikai elemzéseket végezni. Itt nem bírom ki, hogy nem mondjam el, hogy ez a, mi előtte azt hiszem 3 évvel adtunk be egy otkát, amiben az lett volna, hogy metagenomikai elemzést végzünk néhányon, vagy amennyire lehet a lehető legtöbbön ezeken a mumiákon, de hát nem sikerült az otka, és azóta az egyik akkori tag elmesélte jóval később, hogy hát mondták, hogy nem hiszik, hogy meg lehet valósítani. Hát ugye elment mellettünk a vonat, mert ugye a angol kutatók aztán ezt megcsinálták. Jó, benne vagyunk, de hát az azért nem ugyanaz, mint hogyha magyarok csinálták volna. Úgyhogy az első vizsgált ember, vagy hölgy az a Terézia, akinek a metagenomikai elemzése megtörtént. Utána ennek a folyamányaként egy cikket jelentettünk meg a New England Journal of Medicine-be. Ez egy meglehetősen jó folyóirat. Egy baj van vele, hogy olyan kevesen idézik, hogy hiába hihetetlen gigantikus impactfaktora van, az idézettség nem annyira jó, mert többnyire orvosok közölnek benne, és orvosok is olvassák. Ekkor már kiderült, hogy ezeken a vizsgálatokon kiderült, hogy ez az M1 és az M2, az a két múmia, egyik másik múmia, hogy egyik múmia, amelynek a két M1-del és M2-vel jelölt törzse, mikobakterium törzse, az gyakorlatilag ahhoz a törzshez hasonló, ami néhány évvel ezelőtt hasonló, de mondjuk közben ugye azóta már ezek mutálódtak, vagy mutáció történt, de nagyjából hasonló, vagy leginkább Örgózák hasonló, amelyek néhány évvel ezelőtt a németországi nagy tuberkulózis járványért voltak felelősek. Aztán ezeket a metagenomikai vizsgálatokat úgy folytattuk, hogy több egyének a maradványait vontuk bele, és hát ugye a mai tuberkulózisban szenvedő betegek
többsége általában egy-egy törzset, vagy hát régebben legalábbis egy-egy törzset, mintáiból egy-egy törzs lehet kitenyészhető, vagy kimutatható. Ezzel szemben az a 8 egyén, amelyet ez a kutatócsoport megvizsgált velünk, 5 esetben, tehát 5 egyén esetében több mint egy törzs volt kimutatható, és az egyik egyén esetében pedig 3 különböző törzset is. Még egy családvizsgálat, ez most már majdnem a legutolsó, tulajdonképpen van egy Nigrovics család, akinek az apa és a fia, József és a Antal ugyanebben a Váci Lelet együttesbe tartozik. Az apa, hogyha ránézzünk, tulajdonképpen elég ilyen kis vékonyka. Jó, a múmiák kiszáradtak, de azért nagyon sok esetben lehet látni, hogy valaha kicsit korpulensebbek voltak. Tehát egy vékonyka, aszcénikus valaki. Ránézésre tulajdonképpen semmi különös, semmi betegségnyom nem látható rajta, és a radiológia sem mutatott ki semmit. A másik, az ő fia, a Nigrovics Antal, testén már szabad szemmel is, különösen a háti szakaszon láthatók elváltozások, és ugye természetesen megint ugye azt hittük, hogy TBC-mel az ott a kézenfekvő a görbületből, azonban a CT vizsgálatok itt is kiderítették, hogy bár TBC-s volt a fiatalember, de a testének ezt a nagyon nagy mértékű eltorzulását azt valamiféle fejlődési rendellenesség okozta. Itt már olyan minták voltak, amik több helyről vettünk, ugye lehet látni, hogy a mellkasból és a hasi régióból nem mindig ugyanazok az eredmények jöttek ki. Az apa esetében mind a mellkas, mind a hasi régió TBC pozitív volt, a fiú esetében pedig csak érdekes módon, tehát extrapulmonálisan csak a hasi régió, úgyhogy valószínűleg másodlagosan történt a fejlődés, úgyhogy ugye lenyelt ezt a köpetet. Ez a tuberkulózis konferencia 2-3 évvel ezelőtt zajlott Szegeden, és nagyon sok prominens személyiség érkezett. Többek között az a Kól is, aki ugye annak a munkacsoportnak a vezetője volt, amelyik a full genomot meghatározta a TBC-re. Egy nagyon jó sikert konferencia volt, és ami általában nem igen szokott jellemző lenni konferenciák után, ugye vagy megjelenik egy proceedings, vagy nem. Itt szerencsére egy tuberkulózis nevű folyóirat külön kötetében lehetett leközölni ezeket az elhangzott előadásokat, egy részét legalábbis, úgyhogy ide sikeresen bekerültünk. Ugye eddig beszéltünk a Antóniáról, beszéltünk a Nigrovicsról, egyikről, másikról. Antóni esetében tudjuk, hogy fejlődési rendellenessége volt, és TBC-je. A Nigrovics fiú esetében is tudjuk, hogy fejlődési rendellenessége volt, és TBC-je. Ugyanakkor, hogyha ránézünk, vagy megnézzük radiológián, nem látszik rajtuk a TBC nyom. Ezt azért raggózzuk ennyire, mert ugye még mindig van egy vita azon, hogy a tölteti embertanban, amikor szerencsésebb, vagy sokkal többet dolgozó kollégák kimutatnak TBC-s elváltozást a csontokon, és egyre többet és egyre inkább visszamenve az időben. Magyarországon nagyon szépek az erre vonatkozó kutatások. Tamás az egyik, aki ezzel foglalkozik, és a Szenicei. Tamás a másik, tehát Hajtó és a Szenicei, akik TBC-vel foglalkoznak itt a embertani tanszéken. Ez itt a reklám helye. De ugye csak a palapatológus csak azt tudja megnézni, amit lát, esetleg a radiológia, amit lát, de ez a három egyén, ez arra példa, hogyha genetikai vizsgálatok, paramikrobiológiai vizsgálatokat is van módja a kutatócsoportnak elvégezni, akkor sokkal több emberről lehet kimutatni azt, hogy TBC-s, ami ugye azt jelenti, hogy sokkal gyakoribb volt a múltban, vagy történeti időszakokban, mint amennyiből a csontleletek számából lehetett következtetni. Egy picit hadd beszéljek arról a korról, amikor ők éltek, ugye, mert
Most mi tudjuk, hogy TBC-sek voltak, ki tudja, mit tudtak magukról. Egyáltalán milyen volt az az életkörülmény, milyenek voltak azok a körülmények, amikor ők értek. Ugye ez volt a, már a felvilágosodás kora, tehát egy igazán szépen ívelő, egyre több tudást, az oktatást, az egészségügyt is egyre figyelembe vevő időszak volt. És én ugyan nem szeretem a Mária Teréziát, és nem tudom megmondani miért, mert nem is tartozik ide, de mindig valamiért, mindig úgy érzem, el kell mondanom. Szóval Mária Terézia uralkodása az egy igazi felvilágosodó uralkodónak az uralkodási időszaka volt, és hát ugye hosszú ideig is tartott. Ő volt az, aki bevezette a, ez már 1770-ben kiadott egy rendelkezést, ami lehetővé tette azt, hogy az államilag szervezett egészségügy jöjjön létre. Tehát addig nem volt. Ugye most olyan természetes, hogy elmegyünk, vagy nem sikerül elmennünk az orvoshoz, de tudjuk, hogy legalább van egy szervezet. Akkoriban 1770 előtt ez még egyáltalán nem volt. Tehát gyakorlatilag megteremtette ugye a közegészségügyet. Milyen volt az a város, ahol ezek az emberek éltek? Néhány képet villantok fel a Vác életéből, vagy a Vác ma is látható épületeiből. Ugye a Szent Háromság oszlop az most is látható, ez az 1740-41-es nagy pestis járványt követően hálából állították a megmenekülésért, illetve emlékül azoknak, akik meghaltak. A Vác főterén áll az a pirosa, elég fura színű pirosra festett épület, amit a nápolyi kőművesek festettek be. Ez azért érdekes, mert azt jelenti, hogy valakik már jártak, mondjuk nem is migránsok, de itt dolgozó emberek jöttek más vidékekről, tehát nyugodtan hozhattak magukkal bármilyen fertőzést. És hát ez a tér volt a halpiac és a baromfi piacnak a helyszíne is, ahol az asszonyok és az emberek is gondolom elég sokat kilátogathattak. Sülögtek a kereskedők és a kézművesek. Napjaik nagy részét is itt töltötték ugye az áruljuk eladásával. Akkor már állt az önkéntes tűzoltóknak az épülete és a püspöki palota is, és már megvolt a nagy sörház is, tehát nem akármilyen környék volt. Már a Wüth Ferenc kanonok már akkor fölépítette a kórházat, vagy a hospitált, ami akkoriban nem csak az egészség, nem csak a betegek gyógyítására szolgált, hanem a elaggottak menhelye is volt tulajdonképpen. Már állt az Angol kisasszonyok rendszáza, ugye ide tartozott Antónia is. És ez mindjárt nagyon szép felvirágzó életre utalt. Azért voltak problémák, hogy 1731-ben a városnak a kétharmada szinte porrá égett, de a számtalan nehézség ellenére a város virágzott, fejlődött, és az ipar és a kereskedelem is elég rendesen elindult. Ugye az iparosodás az jóval későbbi időszakában volt, legalábbis Magyarországon, mint kicsit késve érkezett ide, de itt már azért lehetett nyomait látni. A fejlődést jelentett az is, hogy 1763-ban újabb kórház és egy gyógyszertár is épült. Elég sok idegen, vagy nem városi, nem helybeli is forgott bizonyos időszakokban a városban. Mária Terézia meglátogatta Vácot 1764-ben, ami nagyon nagy jelentőségű volt a város életében, mert egy csomó épületet húztak fel. A rossz nyelvek szerint nem mindegyik lett kész, de kívülről úgy nézett ki, mint hogy kész lenne. Mindesetre jöttek köművesek, emberek jöttek, mentek, tehát nagy volt a nyüzsi a városban, és egyre több ember volt ott. Például Mária Terézia látogatására készítették el, vagy építették el ezt a diadalívet, ami állítják, hogy egyébként egyszer sem ment át alatta a királynő. A királyi látogatás követően is folytatódott a városnak a mozgalmas élete. Például létrehozták a Siketek intézetét, egyébként az első igazgatója is, Simon Antal is a betemetettek között van. Az amerikai kollégáim csak a Mr. Simonként is, angol nyelvű kollégáim csak Mr. Simonként emlegetik szegény Simon Antalt. Tehát az iparosodás kereskedelem fokozódott, és a lélekszám is ugye lemaradtan növekedett. Bár a régebbi források arra utalnak, hogy ahogy említettem, az iparosodás és a városiasodás az egy kb. 50 évvel később volt, mint a mi vácjaink. Csak a 19. század közepére, végére volt jellemző erre a területre is, illetve egész Magyarországra. A kutatási eredmények kimutatták, hogy a TBC már
ezt megelőzően, tehát a nagy iparosodás és nagy városiasodás előtt is már jelen volt a városban. Más kérdés, hogy valami jó volt, mert hogy túlélték, tehát elérdegéltek ők ezzel, és alig találunk olyan valakit, aki olyan sokáig küzdött volna vele, hogy vagy belehalt, vagy pedig ugye csontokon is nyomot hagyó elváltozásokat produkált volna. Minden esetre elmondhatjuk a nagy százalékok alapján, hogy Vác középosztálybeli polgárait mindenképpen érintette ez a betegség. És hogy mit tudtak ugye ellene tenni? Ez az időszak, szintén a felvilágos időszaka volt az, amikor már nem csak latin, hanem magyar nyelven is, többnyire latin vagy külföldi szerzők lefordításából készítettek könyveket, úgynevezett például a oskolába járó gyerekek számára a katekizmus, hogy mi a katekizmus azt jelenti, hogy felteszel egy kérdést, és akkor válaszolsz rá. Például az egészségüggyel kapcsolatban is, ugye oskolába járó gyermekek számára készült a köznépnek, hogy tudhassák egészségüket becsülni és őrizni. Imádjuk ezeket a szövegeket, bár nagyon nehéz olvasgatni. Ezt megelőzően már pápai Páris Ferenc kiadott több egészségügyel kapcsolatos kötetet is. Mondjuk ő nem itt volt, de mondjuk van olyan kötetünk is, olyan irodalmi, amit Vácon nyomtattak. A külön fejezet emlékezik meg, vagy foglalkozik az úgynevezett ragadó betegségekről, ugye ma már fertőzőnek hívjuk, de akkor még ragadó betegségnek hívták, és megpróbálom elolvasni ezt nem tudom, mennyire lehet. A füstös levegő rongálja az ember tüdejét és úgy szemét. Az a levegő, amely a szegény embereknek alacsony szűk szobályokban vagyon, közösségesen igen rossz, mert ők sokan laknak együtt. Sokat gőzölnek ki és lehellenek. Azon felül csibéket is, vagy más állatot tartanak szobájukban, amelyek ott ganéjoznak. Télben többnyire olyan nagyon befűttenek, hogy a kemencegőzel maga elég már az egészségnek vesztegetésére. És még hosszasan sorolhatnánk ezeket az oldalakat. Nagyon szeretjük olvasgatni. Minden esetre ez a katekizmus és az egyéb úgymond egészségügyi könyvek foglalkoztak a témával, ugye ragadó betegségről beszélnek, és elmondták azt, hogy mi az, ami nem csak a TB, hanem bármely betegség ellen igazából jó, de ők a ragadó betegség fejezetbe írták le, tehát a tiszta levegő fontosságára hívják fel a figyelmet. Már leírták azt, hogy nagyon nem jó, hogyha sok ember van egy szobában, a füst sem annyira jó ugye az embernek vagy a tüdőnek, és hát felszólított arra, hogy ne tartsák az állataikat az otthonukban, remélem nem a macskákra gondoltak. A friss levegő szellőztetéssel érhető el, írja az egyik fejezet, amely érinti a tüdőt. Ne maradjunk sokáig zárt térben, nyissák meg az ajtót és az ablakokat télen és nyáron is, és hasonló. Azt szokták tőlünk kérdezni, hogy jó, de mindez mire jó, hogy mi foglalkozunk a paleopatológiával, meg a mumiákkal. A fejem egyszer azt mondta, jó, bemész a homokozóba. Szóval ennyire azt hiszük, hogy fontosabbat csinálunk, ugyanis a világ lakosságának egy harmada fertőzött a mikobakterium tuberkulózissal, és ugye hosszan lehetne mondani, hogy többször azt hitték már, hogy ez a fertőzöttség eltűnik, és leküzdötték a Koch utáni időszakban. Magyarországon az 1960-as évekre értek el abban a fázisban, akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen lehet, hogy megszűnt. Aztán még egyszer hittük azt, hogy megszűnt, és akkor szüntették meg a kötelező tüdőszűrést, ami nem volt egy jó ötlet. Magyarországon 100 000 emberből 32-33 az, aki fertőzött. Legalábbis azt tudjuk, úgy tudjuk. Aztán más gondok is vannak. Ugye nem soroltam itt fel, de mondjuk a homeless-ség sem tartozik a nagyon egészséges dolog közé, és nem csak nekik, hanem a népesség többi részének is, és külön ki kell emelni az úgynevezett drogrezisztenciát, tehát azt, hogy bizonyos törzsek egyszerűen nem reagálnak a gyógyszerekre, és ami ennél is rosszabb, hogy most már multidrogrezisztens törzsekről is beszélhetünk, sőt, extrém multidrogrezisztens törzsekről is. Tehát nem állt le a betegség, csak kicsit átalakult a kórokozó, és hát együtt fejlődött a mi történetünkkel. És hadd zárjam az előadást a Bill Gates
megtalálta, Helen Donoghue találta a Twitteren a Bill Gatesnek ezt a bejegyzését, az egyik, talán Nature Communicationben megjelent cikkünk után, hogy interesting research. Hát ő is úgy gondolta, egy darabig gondoltuk, hogy esetleg majd szponzoráltatjuk magunkat, de aztán ezt nem próbáltuk meg. Minden esetre ezt a képet betette, vagy feltette a Twitter megjegyzései közé. Úgyhogy ő is tud rólunk. Mit tudunk meg? Sok mindent megtudunk, de hát azért egy nagyon kis résen tudunk azért visszapillantani a múltba, és ez a betegségekre is vonatkozik, és nem csak a váci népességekre. Apró, igazából jelentéktelennek tűnő elváltozásokat figyelünk meg, és azokból próbáljuk mozaik szerint összerakni, hogy mi történhetett, hogy hogy éltek, öltözködtek, tisztálkodtak, milyen életmódot folytattak azok az emberek, akik a régmúlt korok hírmondói. Hát ennek egy részét szeretném volna önöknek elmondani. És abban a reményben, hogy holnap kitör a tavasz, de legalábbis március 1-e lesz a tiltemetővel. Köszönöm meg a figyelmüket. Köszönöm.